Nem tudom. Ah, kíván. Sziasztok, Mező Bánit vagyok, és igazából ma egy elég sokak számára ismert játékról, illetve az ehhez kapcsolódó módszerről szeretnék nektek mesélni egy kicsit. Ez pedig a LEGO, illetve a LEGO Serious Play. Mi ez a LEGO Serious Play? LEGO Serious Play egy kommunikációs és probléma megoldó módszer, ahol a facilitátor által feltett kérdésekre válaszolnak a résztvevők, és ezen keresztül oldják meg a saját problémájukat, gondolkoznak stratégián, vagy építenek rendszereket. Honnan indult ez az egész módszer? Ez az egész módszer ez természetesen a LEGO gyárból, illetve a LEGO-tól indult magától. Kicsit elegük lett a 90-es években, hogy az emberek hátradőlnek, egy-egy megbeszélésen van, aki csak 50%-ba vagy 40%-ba vesz részt, mindenki ismeri ezt a típust, egyszerűen nem foglalkozik a projektben. Olyan módszert szerettek volna, amiben mindenki benne van, mindenki beletesz 100%-ot, mindenki reflektál, mindenki megosztja a saját ötletét, és ebből született meg körülbelül a 2000-es évek elején a LEGO Serious Play, később ez open source lett valamilyen formában. Hogy működik ez a módszer? Alapvetően én, mint facilitátor felteszek nektek egy kérdést, ti erre nem válaszoltok, hanem egy konkrét modellt építetek, LEGO-ból természetesen. Ennek a modellnek lesz egy története, ezt ti elmondjátok. Ezzel kapcsolatban a többiek kérdeznek, és ezt rendszerbe kapcsoljuk. Mondok egy konkrét példát. Például felteszem azt a kérdést, hogy mi számodra a rémálom a főnök? Ez egy kicsit provokatív, gondolom senki nem szeretné ezt a csapattagoktól hallani ezt a választ. Viszont, hogyha ezt LEGO-ból építed meg, akkor ez egy kicsit azt mondom, hogy kellemesebben hangzik, amikor megkapod a úgymond kicsit fikázást. Nézzük ezt a modellt. Gyakorlatilag számomra a rémálom főnök az, amikor a főnök a többi csapattag fölé helyezi magát, elnyomva ezzel a kreativitást, és pontosan emiatt a rendszer miatt egyre több és több csapattag esik ki. Látjátok a csontvázakat, látjátok Javát, gondolom mindenki ismeri. És gyakorlatilag erről szól a módszer. Ehhez és ilyen modelleket építünk. Mi az, amit lehet ezekkel a modellekkel kezdeni? Természetesen nem állunk meg egy darab modell mellett. Ezeket a modelleket összerakjuk, és egy rendszert alkotunk. Ez egy közös összeépített modell gyakorlatilag, különböző alegységekből. Ez miért jó? Kialakíthatsz vele egységes image-et, egy komplex képet a vállalati stratégiáról és hasonlókat. Mit lehet még csinálni? Úgy. Ehhez a nagy komplex rendszerhez apró elemeket, például az, hogy mire van szükségünk. Szükségünk van egy vállalati vezetőre, egy erős vezetőre, esetleg tartozik hozzá valamiféle konkurencia, vagy kell valami, ami lendületbe hoz minket. Ezeket az apró egységeket építjük még hozzá, és a végén egy konkrét stratégia, illetve egy hálózat építhető ki. Mint látjátok, van különböző fajta összekötő elem, kapcsolódási pont, ezekből lehet úgy mondom modellezni egy stratégiát vagy terméket. Később ezzel lehet játszani, hogyha elhúzom a cápát, akkor mit húz még magával. Láthatjátok, hogy lehet különböző másik modellekkel, illetve módszerekkel keverni, business model canvas, vagy egyszerűen csak egy szimpla megbeszélésre elvihetsz egy adag legót, és a kollégáid elé öntheted. Ez először egy kicsit idegesítő, mert mindenki csörög, mindenki valamit épít, és nem feltétlen van meg a szemkontaktus. Viszont a meeting végén, illetve a megbeszélés végén sokkal felszabadultabbak lesznek az emberek, ugyanúgy odafigyelnek, csak közben valami kreatív dolgot csinálnak, ezáltal az agyuk is egy kicsit magasabb szinten pörög, és
esetleg jobb megoldások születtek, mint egy normál meetingen. Igazából ennyi, lehetne még erről órákig beszélni, illetve különböző felhasználási területeket említeni, mint például a Biblióra. Szerintem erre most így már nem lesz időnk. Viszont aki szeretne, az előadások után jöjjön nyugodtan ide a szélére oda hozzám. Hoztam egy-két kockát, lehet játszani, illetve kipróbálni egy-két apróbb, rövidebb, nem is tudom, módszert. Köszönöm szépen! Kérdés? Mi volt a legdurvább hely, ha ezt bevitted? Legdurvább hely? Ez konkrétan a saját cserkész csapatom volt, ahol azt hittem, hogy egy nagyon egyszerű legózás lesz. Arra kértek, hogy egy stratégiát alakítsunk ki, gondolkozzunk el a jövőn, kezdjünk el valamit kezdeni, egy vezetőváltás ment végig. És azt hittem, hogy ez tök egyszerű lesz, mert mindenki ismer mindenkit. Ennek ellenére, amikor ezt a komplex modell, közös modellt kellett megépíteni, akkor betartottak egymásnak. Ergo azt mondták, hogy én nem fogadom el a te véleményedet, az ne legyen benne ebbe a modellbe. És egy hatalmas nagy, azt mondom, hogy egy ilyen sírás-vívás lett belőle, és egyszerűen nem tudtunk tovább menni. Ez arra volt jó, hogy rájöttek, hogy nekik nem stratégiázás kell, hanem az kell, hogy egymással meglegyen az összhang. Lett belőle, azt mondom, kvázi coaching, illetve különböző csapat, másfajta csapatépítés. Többet beszélgettek egymással, és most úgy stabilizálódott a helyzet. Azt mondom, hogy aminek már van értelme, 6-8 embernél olyan 2 óra, 2 és fél óra. De az már egy komplexebb dolog. Lehet rövidebb brainstormingra is használni. Az nem azt mondom, tradicionális értelembe vett Lego Serious Play, de van brainstorminghoz, tehát hogy egy órás valamihez is módszer, elem, amit így ki lehet venni. De aminek én azt mondom, hogy már értelme van, stratégiázás, egy kicsit a csapattagokat összehozni, az olyan 2 óra, 3 óra, 6-8 fő esetén. És akkor most még egy kérdést bekapcsoljuk, hogy ugyanez az idő, mondjuk, ha nem használható, akkor mennyi? Biztos, hogy kevesebb. Ez a módszer, ez egyértelműen a hátrány az, hogy időigényes. Viszont az is kérdés, hogy annál a másik módszernél mennyire lesz az kreatív? Mennyire tudod előhozni az emberekből a problémát? Mennyire marad meg a konfliktus a két ember között, ha például probléma megoldásról beszélünk? Mennyire marad benne az emberekbe a saját ötletük? Elmerik-e mondani? Vagy sem? Tehát, hogy ez is úgy érzem, hogy itt benne van a dologban. Klasszikus meetingnél azt mondják, hogy 3 fő semmi értelme az egésznek. Itt nem ilyen számot tudnám, hogy minimum, maximum hány ember. Ez változó. Általában azt mondom, hogy egy csapatban az ideális az 5-6 fő, a 8 az még teljesen jó, 12 az már necces. Ugye úgy kell érteni ezt az egészet, hogy megépíti mindenki a modelljét, és utána egyenként beszélünk róla. Na most, hogyha 12 ember megy így körbe, akkor az nyilván hosszabb idő, mire az első elmondja és a végéhez érünk, addigra úgy kiesnek a flowból, ebből az egésznek a rendszeréből. Ezért jobb az 5-6 fő, 8 fő körülbelül. Nyilván van olyan, hogy több, tehát például most voltam az egyik helyen, ott 17 emberrel csináltuk meg. Az ilyen esetekben azt csináljuk, hogy szétosztjuk a társaságot 3 kisebb csoportra, és ugyanúgy megy a játék. Ennyi a trükk benne. De csináltam már egy-egyes coachingot is, tehát hogy ott is lehet ezzel működni. Nekem még lenne az, hogy beszéltél arról, hogy egyedi modell csinál mindenki, meg a közös modell. Most ez hogy viszonyulnak egymást? Vagy amikor közös modell van, akkor egyszerre dolgozik mindenki, vagy közösre van osztva? Nem, ez egész pontosan úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy ez az én modellem. És ennek ebből ki kell választanom egy fontos részt. Lehet, hogy ez a kreativitás, ami a narancsága, lehet, hogy ez a nagy kövér főnök, de az is lehet, hogy a kieső emberek. Nekem a kieső emberek a legfontosabb.
és ezt beteszem a közös modellbe. És ugyanígy tesz mindenki, és utána ebből közösen kell egy komplex sztorit legyártani. De akkor mindenkinek van egy köre, amikor ő rakja be a sajátjából? Igen, ő rakja be a sajátjából, és utána nekik közösen kell lesz valahogy egyé formálni. Ez mindig változó, ez projekttől függ. Valamikor jövőt keresünk, és akkor azt mondom, hogy a jövő az lesz, ahol például nem esik ki ember azért, mert mit tudom én, nem ilyen magasan van a főnök, hanem csak ilyen alacsonyan. És akkor ebből szépen lesz egy hosszabb sztori, ez mindig a csapattól függ, hogy ezt ők hogy alakítják ki. A lényeg az, hogy mindenkinek az eleme benne van, ezért a későbbiekben senki sem mondhatja be, hogy ú, én abban nem voltam benne. Hú, én azt nem vállalom föl, mert ez a value proposition, ez nem az enyém, én nekem ez nem tetszik. Mondhatja, hogy nem vettem komolyan, mert ez csak játék, nem? Persze mondhatja, de akkor azért mindenki csúnyán fog ránézni, mert eltöltöttünk vele fél órát, vagy egy órát azzal, hogy megcsináljuk ezt a közös modellt, és akkor így, bakker, miért voltál ott egy órán keresztül, hogyha te ezt csak így hülyességre vetted? Pedig mondtuk, hogy ez komoly. Tehát nem lehet csak így kiugrani ebből az egészből. És minden ember rá vehető erre a dologra, vagy vannak ilyen nehezebb esetek? Mindig vannak nehezebb esetek, mindig vannak szkeptikusok, de mindenki rá vehető. Az első kör után még azt mondom, hogy mindenki van, aki betart, utána a többiek egyszerűen így beviszik a flow-ba, és ugyanúgy csinálja az is, aki az elén azt mondta, hogy ez hülyeség, ez gyerekjáték, nem lehet. Köszönöm szépen!